Szeretettel köszöntöm Önöket, nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Takács Anasztázia vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani az előadásokat, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk itt a PPH-nál mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Takács Jácint vagyok, a PPH egyik vezetője. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi életet élnek. Két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta vezet saját szervezésű csapatot. 1993-tól vezet embereket, több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól fordult a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő egy olyan tanító, aki példamutató, kiegyensúlyozott életet él. Olyan dolgokat tanít, amelyeket használ is, és ezáltal hiteles ember számunkra. Tanításaival úgy segíti az embereket, hogy nem csak elméleti tudást, hanem módszereket, gyakorlási lehetőségeket is nyújt egyben az embereknek. Vezetőnk több különleges médiumi képességekkel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Megkérem vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy tartsa meg a mai képzést. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nagy örömömre szolgál, hogy most nem Pestről van az élő közvetítés, hanem Cserkeszőlőről, és egy különleges rendezvényünk volt, 3 napon keresztül, vezetőképzésünk volt, és itt voltak a PPH-ban a vezetők, illetve a vezetőjelöltek. Mi az, hogy PPH? Problem Prevention Holding. Probléma, megelőző közösség, ez egy nyitott közösség. Tehát ez egy nyitott közösség. Szeretném megkérdezni rögtön itt a legelején, hogy ezt keresem. Ki az, aki nem elégedett azzal, vagyis ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Nem vagyunk elégedettek? És mi baj van a világ haladásával? Nem jó irányba halad? Etikátlanságok vannak. Irítség. Micsoda? Elnyomás, igen. Elbutulás. És mi lesz akkor, hogyha továbbiakban is ez az irány marad? Szerinted? Na, még rosszabb, nem? Hát,
Vajon az embereknek kellene tudniuk azt, hogy hogyan működik az ember? Igen. És az, hogy hogyan működik az élet? Azt is kellene tudni? Igen. És ezeket tudják? Igen. És mit okoz a tudatlanság? Mondjuk ezen a téren. Vagy ezeken a területeken. Problémát, boldogtalanságot. Mondjuk, hogy hogyan működik az ember? Tudják, hogy az emberek, tehát az emberek tudják, hogy hogyan működik mondjuk a párjuk? Nem. Nem? Mit tudom én mondjuk, hogyan működik saját maga? Nem tudják? Kellene tudni? Könnyebb lenne az élet, hogyha mondjuk a férfiak tudnák, hogy hogyan bánjanak a nőkkel, a nők meg hogyan bánjanak a férfiakkal. Jó lenne? És például, hogy mondjuk az élet hogyan működik, hogy lehet, ugye az emberek azt gondolják, hogy mondjuk célokat úgy lehet megvalósítani, hogy tudom én, kitűzök egy célt, esetleg azt gondolom, hogy hát akkor ki is írom. És akkor kiírja, mondjuk egy ilyen nagyobb, A3-as papírra, hát az nem jó, ha csak ki van írva, föl kéne rakni a plafonra az ágyam fölé, hogyha kinyitom a szememet, akkor rögtön a célomat lássa. És akkor fölrakja a plafonra, lefekszik, föl kell, mindig látja, hogy ott van. Na most ez így magától meg fog valósulni? Na most ezért ugye az emberek azt gondolják, hogy hát jó, akkor ugorjunk neki annak a célnak, és valósítsuk meg. Tehát akkor fizikailag nekiállnak megvalósítani a célt. És akkor, mit tudom én, egyszer csak beleütköznek egy olyan akadályba, hogy hiányzik a tudása. Képes lesz megvalósítani a célt? Nem. És akkor így hirtelen megtorpan, mert hiányzik a tudás. Vagy mondjuk elkezd, tudom én, beiratkozni valami tanfolyamra, hogy tudást szerezzen, megszerzi a tudást, és akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy mondjuk olyan tudásra, vagy olyan segítségre lenne szüksége, amire ő nem képes. Ezért kellene valami segítség. Mert ugye egyedül nem megy. És akkor elkezd gondolkodni, megint megtorpan, hogy ki fog segíteni? Hogy elérjem a célomat. És az emberek azok megnézitek onnan, hogy elindulnak az életben, és kitűznek célokat, úgy, ahogy kitűznek, akadályok is keletkeznek a célok megvalósításában. Tehát ugye valami olyan segítség kellene az embereknek, hogy a célok megvalósításában legyen mondjuk segítség, legyen mondjuk tudás, legyen mondjuk módszer, tehát hogy hogyan érjék el a célokat. De hát ezeket az embereknek nem tanítják. De azt mondja az illető, ó, hát dehogy nem, hát vannak könyvek. Olvasok könyveket. Én rengeteg olyan könyvet olvastam, ahol a célkitűzések megvalósításáról volt szó. És valahogy furcsa mód hiányoztak belőle részletek. Tehát olyan részletek, ami fontos lenne ahhoz, hogy tényleg az ember célokat tudjon megvalósítani. Na most például olyan részlet, hogy hát mi, nekünk a gondolkodásunk az hogyan működik. Tehát mi emberek egyáltalán hogyan működünk. Tehát, hogy mi csak úgy működünk, mint mondjuk, mint az állatok, ami kifejezetten csak az anyag működése mozgatja azt az állatot, vagy pedig esetleg mi ennél többek vagyunk, mi esetleg mondjuk nem csak fizikai képességekkel rendelkezünk, hanem szellemi képességekkel is. Tehát ugye az emberek azt gondolják, hogy a szellemi képességek az annyiban valósul meg, hogy mennyi tudásom van. Tehát én ugyanúgy, mint az átlag, kijártam az iskolákat, és mégsem lettek szellemi képességeim. Nem? Na most is, sőt, azt látom, hogy kijárnak emberek egyetemeket, és mégsem lesznek szellemi képességeik.
Hát mit jelent az, hogy szellemi képesség? Azt jelenti, hogyha te a jelenben cselekszel, vagy a jelenben döntést hozol, tudod, hogy mi várható a jövőben? És a jelenben annak a, elnézést, a jelenben annak alapján hozod meg a döntésedet, vagy annak alapján cselekszel. Érted? Na most honnan tudhatja ez egy ember, hogy mi lesz a jövőben? Hát lehetne azt mondani, hogy megérzés. Tehát sokan azt mondják, hogy ez egy megérzés. Ah, és akkor most ez hogy van? Akkor egyes embereknek van ilyen megérzésük, másoknak meg nem. És akkor erre azt mondják, hogy igen. Hát csak ez nem így van. Ez igazából nem megérzés. Tehát bármilyen olyan képessége van az embernek, ami nem hétköznapi, azt a képességét kapta. Hát ha valamit kapunk, akkor ez nem azt jelenti, hogy magunkba létrejön, nem? Tehát ha kapunk, akkor valonnan kívülről kapunk. Hát de kitől kap az ember képességet? A szomszédtól? Hát nem jellemzően, nem? Sőt, ha mondhatja az ember azt is, hogy tudom, a szüleitől. Aha, és ha egy képesség később jön, akkor mi van a szülőkkel? Akkor oda jöttek és azt mondták, hogy tessék, fiam, eddig nem adtam neked képességet, most tessék, odaadom. Hát ti már kaptatok így képességet? Hogy azt mondták a szüleitek, hogy oda mentek, hogy gyere, eddig nem adtam neked semmi képességet, most itt van, esze. Hát valahogy a képesség az nem így jön, nem? Tehát a képességet kapjuk, akkor honnan manóból kaphatja az ember a képességet? Hát ha kapjuk, akkor valahonnan kívülről kell kapni, de kitől? Ide jön Orbán Viktor és ad neked egy képességet? Nem valószínű. Tehát nem valószínű. Tehát a képességek akkor, ugye megnézzük, vannak a bolygón olyan emberek, akik olyan képességekkel rendelkeznek, ami teljesen nem átlagos. Mit értünk nem átlagos képességeket? Például, mit tudom én, látja az aurát. Átlagos képesség? Nem. Mit tudom én, látja a szellemeket. Mindenki látja a szellemeket? De hogy látja mindenki? Ez sem átlagos képesség, nem? Vagy például, mit tudom én, valahol a teljesen távol él tőled, és mondjuk látja azt, hogy hogy van berendezve a te házad, a te lakásod. Érted? Ezzel a képességgel sok ember rendelkezik? Nem. Vagy például, mit tudom én, rálát arra, hogy milyen betegséged van. Érted? Tehát beléd lát. És meg tudja állapítani, hogy milyen betegséged van. Ezzel is rendelkezik mindenki? Ezzel a képessége? Nem. És akkor mi sorolhatnám a képességeket, ugye, mert rengeteg van. De ezekre azt mondanánk, hogy olyan képességek, amilyen, azt szokták mondani, hogy földön túli képességek, nem? Na most a földön túli képesség, akkor azt valami földön túli valahonnan kaptuk, nem? Azt a képességet. Tehát a földön túli kapásról van szó, akkor ha földön kívül nem létezik értelmes lény, akkor onnan kaptuk volna. Nem? Hát akkor valaki, ha kap földön túli képességeket, ami azt jelenti, hogy nem átlagos, tehát olyan, ami fizikailag nem magyarázható. Érted? Mert ugye sok ember azt gondolja, hogy ami fizikailag nem magyarázható, amit nem lehet materiálisan alátámasztani, az nem létezik.
Hát de mégis létezik, nem? Tehát egy csomó olyan dolog van, ami megmagyarázhatatlan. Most mondok példát. Ugye mindig azt tanítják az embereknek, hogy itt van ez az emberiség, és akkor ez az emberiség mondjuk 15 ezer éves, 15 ezer év alatt volt egy fejlődés, elértünk ide, ahol vagyunk, és az összes építmény minden itt a bolygón, ezen belül, a 15 ezer éven belül van. És akkor hirtelen találkoznak olyan építményekkel, amelyik mondjuk ennél sokkal idősebb. Vagy olyan építményekkel, amit mondjuk lehet, hogy nem idősebb, de fejlettebb építési rendszerrel van felépítve, mint ami most létezik. És akkor ugye lehetne kérdezni az olyan ember, olyan hitetlen emberekről, akik azt gondolják, hogy mindent alá kell támasztani materiálisan, akkor hát ők hogy magyaráznák az ilyeneket? Vagy mondjuk, mit tudom én, vannak olyan építmények, mint a piramisok, amit a múltban építettek, amit most nem tudnának megcsinálni. És nem szórakozásból építették. Persze, hogy megmagyarázni bármit lehet, hogy mit tudom, így akarta a fáraó a nagyságát demonstrálni, ilyeneket lehet mondani, csak ez nem igaz. Hát most akkor gondoljátok végig, hogy lehet az, hogy mit tudom én, mondjuk egy piramisba bevezet egy szűk folyosó, van egy beltér, és ott van egy akkora mondjuk kőkoporsó, amit oda nem lehetett bevinni. És nem lehetett ráépíteni a szerkezetet, mert akkor összetört volna építés közben. És akkor hogy került oda be? Érted? És tehát van egy csomó dolog a világban, amit fizikailag nem tudnak magyarázni, és mégis létezik. És bárki, aki elhiteti veletek, hogy mindennek kell lenni fizikai magyarázatának, az a te hülyítésedre magyarázza ezt. Ezt jó, ha tudod. Tehát, hogy minél kevesebb tudásod legyen ezen a területen. Tehát eleve úgy működik, hogyha valakinek vannak olyan képességei, ami nem átlagos, ami fizikailag nem magyarázható, azt az illető kapta azt a képességet, és kitől kaphatta? Csak olyan lénytől kaphatta, amelyik tud ilyen képességet adni. Hát most te tudsz adni különleges képességeket egy másik személynek? Nem, én sem. Na most akkor onnantól kezdve nem tudunk adni. Mi emberek nem tudunk adni képességet? Akkor nem emberektől származnak ezek a képességek? Hát talán logikus, nem? Tehát ha van egy embernek olyan képessége, ami fizikailag nem magyarázható, akkor onnantól kezdve azt a képességét olyan lénytől kapta, amely magasabb fejlettségi szinten létezik. Tehát te akkor tudnál képességeket adni valakinek, hogyha nem csak azzal rendelkezni, hogy neked van az a képességed, hanem van az a képességed is, hogy át tud adni. Érted? Mert nem elég az, hogy rendelkezik egy ember képességgel, kell rendelkezni azzal a tudással és képességgel, hogy hogyan helyezze bele abba a szemébe azt a képességet. Világos ez? Na most ilyen lények meg a Földön nem léteznek. Emberi lények. Tehát az azt jelenti, hogy valami magasabb rendű, felsőbb rendű lény beavatkozásának köszönhető az, hogy az illető kapott egy magasabb képességet, magasabb szintű képességet. De hát ugye lehetne azt mondani, hogy ilyenek nincsenek a világegyetemben. Aha, nincsenek. Akkor kérdezem, jó? Mi ugye egy olyan világban élünk, ahol kereszténység van, nem? Tehát
nyugati világ civilizációjában a keresztény vallás a domináns, nem? Persze ennek sok ága boga van, de keresztény a református is, a katolikus is, stb. Stb. Tehát ezek keresztények. Na most, hát a keresztény vallásban le van írva, hogy Jézus az Isten fia, nem? És ez az Isten Máriával közösült, már ha nem közösült volna, most az mindegy milyen formában közösült, akkor nem született volna meg Jézus, nem? Most az mindegy, hogy belerakott egy magot, vagy bármilyen formában, de akkor is Mária 9 hónapon keresztül kihordta Jézust. És azt mondták, hogy Isten fia. Tehát akkor össze kellett neki párosodni. Most, hogy azt szexuális úton csinálták, vagy beültetéssel, az most más kérdés, nem? Érted? Tehát most is tudnak már úgy gyereket csinálni, hogy beültetik a nőbe, nem? Sőt, úgy is tudnák, hogy a tudtodon kívül. Mert fogják, elaltatnak, vagy álmodba. További álmot bocsájtanak rád, hogy még aludjál. Elvisznek, beültetnek, visszavisznek, fölébredsz, azt se tudod, hogy terhes vagy. Ha már meg lehet csinálni. Oké, akkor most gondolj bele, hogy felsőbbrendű lény ilyet nem tudna csinálni. Amely képes arra, hogy embereknek adjon különleges képességet. Miért? Jézus nem különleges képességű lény volt? Hát dehogy nem. Tehát ami azt jelenti, hogy akkor léteznek különleges képességű földön kívüli lények, vagy sem? Hát ha mondjuk Máriával meg tudták csinálni azt, vagy az a valaki meg tudta csinálni, hogy elvigye, elaltassa, úgyhogy Mária az egészről mit se tudjon, és beültessenek egy magot, és utána 9 hónap múlva az megszülessen, akkor onnantól kezdve, akkor hogy lehet azt mondani, amikor ez le van írva, hogy lehet azt mondani, hogy nincsenek felsőbbrendű lények? Nem? Egy olyan világban, ahol ezt tanítják, hogy ez megtörtént a múltban. Jó, persze a részletekben nem mennek bele, hogy fogant az a gyerek. Nem tudják. Mert most képzeld, de azt mondanák, ezt mesélnék el, hogy úgy fogant, hogy aludt éjszaka, elaltatták, még mélyebben elvitték, beültették, visszahozták, felébredt, azt se tudta, hogy mi történt. Érted? Hát most képzeld, ha ezt mondanák most, vagy bármikor a történetben ezt mondták volna, akkor hogy lehetne azt tanítani, hogy az embernek volt egy fejlődése? Mikor több ezer éven keresztül meg nem tudták ezt megcsinálni, érted? Az emberek. Hát kicsit furcsa lenne, nem? Hát ezáltal ugye próbálnak mindenfélét hazudni, vagy nem hazudni, hanem csak nem elmondani, vagy nem leírva tartani azt a dolgot, érted? Hanem kikerülni ezt a témát, tudod? Hát ez egy kicsit tabu téma, hagyjuk. Szóval lényeg az, hogy az emberek kaphatnak különleges képességeket. Hát most gondold bele, mintha van egy átlagos ember, ugye a többségében átlagos embereket ismerünk, nem? És a többséghez képest kevés a különleges képességű ember. Na most, ha valaki kap különleges képességet egy olyan lénytől, mert csak ugye olyan lénytől tud kapni, aki nálánál magasabb rendű, akkor azt mondja, hogy na, totózzunk. Apa, cuka, funda, luka, és akkor kinek adjuk a különleges képességet, nem? Biztos nem így működik, nem? Hát biztos, hogy a különleges képességnek valami célzata van, nem?
De hát ugye vannak olyan emberek, hogy kapnak különleges képességet, és akkor totál elszállnak maguktól, mert ők hát most már mindenkinél többet érnek, és akkor mitől mondjuk cirkuszban mutogatják a különleges képességüket. Például mitől én meg tudja azt csinálni, hogy egy testet fölemeljen az ágyról. Érted? És a test, az emberi test, egy másik emberi test, az ott lebeg. Ezt úgy hívják, hogy levitáció. És akkor neki van egy olyan különleges képesség, hogy fölemeli az embereket. Érted? Vagy a tárgyakat, nem kell feltétlen ember, tehát bármilyen tárgyat. Felemel és lebegtet. De ez biztos azért kapta ezt a különleges képességet, nem, hogy cirkusban mutogassa. Hát biztos, hogy nem azért, nem? Vagy akkor, mit tudom én, van valakinek egy különleges képessége, és akkor azt mondják neki, hogy jó, akkor összegyűjtünk, és akkor beviszünk valami kísérleti kutatóba, és akkor ott ki is kísérletezünk a képességeiddel. Vagy mondok egy dolgot. Na most, akkor fizikailag az hogy magyarázható? Ugye az kérdezném. Azoktól, akik nem hisznek abban, hogy ezek a dolgok léteznek. Itt van ez a számítógép, nem nagyon látszik a videón, de itt van az asztalon egy számítógép, meg itt mellettem egy másik. Na ezek a számítógépek nem működnének, ha olyan emberek, akik különleges képességekkel rendelkeznek, nem ültek volna egy bizonyos helyen, mit tudom én mondjuk, úgy hívják, hogy milyen völgy? Szilíciumvölgy, igen, köszönöm szépen. Tehát szilíciumvölgybe be vannak gyűjtve, és programozzák a kristályokat. A szilícium kristályokat. Ez éppen nem szilícium kristály, hanem milyen kristály? Hegyi kristály, így van, köszönöm, mert most az sem jutott eszembe. Jó, tehát ez éppen egy hegyi kristály, és ez is programozható. De a szilícium kristály is programozható. És programozzák mentálisan a szilícium kristályt. És azért, miért programozzák? Azért, hogy azokat a kristályokat utána osztályozzák, és annak alapján, ahogy beprogramozták a kristályt, belerakják különböző erősségűnek majd eladó számítógépekbe. A processzorba gyakorlatilag berakják azt a szilícium kristályt, és onnantól kezdve azért képes a számítógép ilyen bonyolult dolgokra, mert van benne egy emberi elme által programozott szilícium kristály. Nem gépek programozzák, azok nem tudják programozni. Válogatni utána tudják a gépek, de programozni nem tudják. Csak emberi elmével lehet programozni. És azért gyakorlatilag nem tökéletesen egyformák a számítógépek, mert az egyikbe egy picit jobb a program, a másikban egy picit rosszabb, de úgy van meghatározva, hogy tolig van meghatározva, akkor utána megint egy tolig, megint egy tolig, megint egy tolig, és úgy van osztályozva. És minél jobb az a számítógép, annál jobban programozott szilícium kristály van benne. Tehát annál tökéletesebben, jobban, gyorsabban, akárhogy működő szilícium kristály van benne. Na most, akkor ezt hogy magyarázzák azok az ateisták, meg azok, akik mindent fizikailag bizonyítani kell, hogy ilyen létezik? Márpedig enélkül egyetlen egy számítógép, sőt most már az okostelefonok sem működnének. Mert az okostelefonokban is processzorok vannak. Tehát mindenben, amiben processzor van, azt egyén programozza. Tehát most gondolj bele, hogy hány
olyan gép van már a bolygón, amit megvesznek, vagy megvettek, megvesznek emberek, amiben processzor van. És azt emberek programozzák. És minden processzort, minden szilícium kristályt egy ember programoz. És gondolj bele, hogy hány ülhet ott, és azzal foglalkozik, hogy programozza a processzort. És ha kész, akkor a következő, kész a következő. És munkaidőben programozza a processzort. Tehát nem egy ember, meg nem kettő, meg nem öt, hanem valószínű több ezer. Több ezer olyan ember, és ott programozza a processzort. X ideig egy processzort, illetve egy szilícium kristályt. Ami azt jelenti, hogy most gondold végig, hogyha több ezer ember találnak ilyen képességekkel, hogy képes egy követ beprogramozni, akkor ezt fizikailag mi nem lehet? Tehát mi nem lehet elhinni, hogy ilyen létezik? Mikor ez létezik? És erre sincs fizikai magyarázat. Hát hogy lehet megváltoztatni egy kő működését mentálisan? Fizikailag ezt, ha valaki be tudja bizonyítani, akkor veszem a kalapom, azt megeszem, tudod. Hát ez fizikailag nem lehet megmagyarázni. Na most, ha vannak a Földön olyan dolgok, amit fizikailag nem lehet megmagyarázni, akkor mégiscsak létezik olyan, amit a fizika, amit nem lehet megmagyarázni, nem? Ami azt jelenti, hogy az több, mint matéria, az több, mint anyag, azt úgy hívják, hogy szellemiség. És a szellemiség az úgy működik, hogy valamilyen szintű szellemi képessége minden földi lénynek van. Mármint embernek. Tehát földi emberi lénynek van. És ez a szellemi képesség, ez fejleszthető. Hát de kérdés az, hogy ki mire akarja használni azt az ébredező szellemi képességét, ami van neki. Mire akarja használni? Jóra? Rosszra? Vagy szórakozásra? Na most gondolj bele, lehet jóra használni, lehet rosszra használni, lehetne szórakozásra is használni. Hát senki nem kap szellemiséget szórakozásra. Hát akkor mire? Hát vagy jóra, vagy rosszra. Mi az, hogy rosszra? Beszéljünk erről. Hát az azt jelenti, ugye, hogyha vannak felsőbbrendű lények, amelyik képesek neked képességet adni, akkor a bolygón csak jó emberek vannak. Ha vannak rosszak is, nem? És a világegyetemben is, akkor a felsőbbrendű lények között biztos, hogy csak jók vannak? Hát nem, hát ugyanúgy van egy ilyen mondás, ami itt lent, ott fent, vagy ami ott fönt, az itt lent. Ami azt jelenti, hogy ha itt vannak jó lelkek és rossz lelkek, emberek, akkor a felsőbbrendű lények között is vannak jók is, meg rosszak is. Na most mit akarhat egy rossz? Káoszt. Nyilvánvaló, nem? Miért akar egy rossz káoszt? Nézd meg, hát az emberek is, a rossz emberek mit akarnak? Káoszt. Tehát a szó szerint a rossz emberek káoszt akarnak. Tehát a rossz felsőbbrendű lények káoszt akarnak. Miért akarnak káoszt a rossz felsőbbrendű lények? Hát nagyon egyszerű, mert meg akarják szerezni az emberi lelkeket. Mivel nincs lélekteremtés, már 1,5 millió éve, ezért, sőt, ők nem tudnak lelkeket teremteni, ezért meg kell szerezni a jó lelkeket,
De előtte rosszá kell tenni. Ezért akár olyan felsőbb rendű lények, akik gonoszok, akik rosszak, adhatnak különleges képességet egy embernek, azért, hogy a különleges képességével ártson az embereknek. És ne hasznukra legyen az embereknek, hanem kárukra. Hát ez úgy működik, hogyha megfigyelted, hogyha az embereket boldogtalanná teszik első lépésben, akkor nagyon könnyű a boldogtalan embereket gonosszá tenni. Az a következő lépés. El kell érni, hogy boldogtalan legyen, és utána könnyedén lehet őt gonosszá tenni. Nézd meg, ez így működik. Egy olyan embert, amelyik nem boldogtalan, amelyik boldog, azt nem lehet gonosszá tenni. Érted? Azt nem lehet gonosszá tenni. Tehát ezért ilyen irányú ellentét van a Földön. Az ellentét azt jelenti, hogy vannak olyanok, akik felsőbbrendű lényként azt akarják elérni, hogy kapjanak emberek képességeket, hogy a gonoszt szolgálják, őket szolgálják. És vannak olyanok, akik felsőbbrendű lények, olyanok, akik jók, és ők is adnak képességeket, hogy nyilván ugyanaz a cél, hogy a jó szolgálatában legyen. Érted? Csak az egyik a gonosz szolgálatában van, a másik a jó szolgálatában van. És ugye onnan válik el a dolog, hogy ki honnan kap képességet? Hát, hogy mit célt szolgál? Tehát az élete az mit célt szolgál? Mifelé halad? Az elnyomást szolgálja? Vagy a fejlődést szolgálja? Érted? Tehát egy ember, amelyik az elnyomást szolgálja, az lehet, hogy elnyomoskodik, sőt, biztos. Ha nem is közvetlen formában, közvetetten. Ami azt jelenti, hogy úgy is lehetne mondani, hogy közvetlenül vagy közvetve gonoszkodik. És ha gonoszkodik, akkor már azzal, hogy gonoszkodik, szolgálja a gonosz, nem? És adjunk még neki különleges képességet, hogy mondjuk tudjon, mondjuk, mit szoktak csinálni, tehát ilyen olyan, tehát tudod, amit föl kell utána oldani. Átkot tudjon bocsájtani emberekre például. Igen. És akkor képes arra, hogy a jó embereket mondjuk átkot bocsátson a jó emberekre, érted? És akkor ezáltal a jó emberek elkezdenek nem úgy működni, mint előtte. De ez mind milyen célt szolgál? Csak azért, hogyha valaki egy kicsit is gonoszkodik, hogy ezt a célt szolgálja, hogy a gonosz megszerezze a lelkedet. Érted? És ugye ez az a probléma, hogyha a gonosz megszerez egy emberi lelket, tehát a gonosz felsőbbrendű lények megszereznek egy emberi lelket, akkor onnantól kezdve nincs visszaút. Tehát nincs visszaút. Tehát ugyanis azért nincs visszaút, mert az illetőnek nem lesz törölve a tudása. És
ha valaki gonosszá válik, és a gonosz dolgokat művel, akkor csak egy módon tud jóvá válni, hogyha kitörlik a tudását. És újból nulláról indul a tudása. De ott nincs tudástörlés, és a gonoszságot viszi tovább. Nem tudom, értitek-e? És ha a gonoszság nincs kitörölve, akkor főleg egy olyan értelmes lénynél, amelyik már gonosz, hát nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz jóvá tenni. Érted? Ezért ő a gonoszat fogja szolgálni, és onnantól kezdve nézd meg a gonosz, azért itt megnyilvánult a Földön elég sokszor. Ami annyit jelent, hogy ahol olyan társadalmak alakultak ki, ahol elnyomás volt, méghozzá nem kis elnyomás, vagy akár terror volt, azért nézd meg, hogy ott bárhol, ahol ilyen nagyobb elnyomás volt, vagy terror volt, mennyire voltak szabadok az emberek? Semennyire. Világos ez? Tehát ott, ahol a gonoszat szolgálják az emberek, vagy egy társadalomban a gonosz van hatalmon, ott nincs szabadság. Világos ez? Nem tudsz ellenpéldát mondani a történelemben. Na most akkor onnantól kezdve, ha valaki esetleg a gonoszat választaná, akkor onnantól kezdve, hogy szabadság, az soha többé az ő számára nem létező fogalom lesz. Márpedig a lélek, az nem hal meg. Annak nem számít a hideg, nem számít a meleg, nem számítanak az évek. Az az egyetlen dolog a világ egyetembe, ami nem pusztul el és nem öregszik. Érthető? Mivel nem anyagból van, hanem energiából. És az energia, az nem vész el. Oké? Tehát ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az ember milyen életet él. És ha van egy ember, aki elkezd másokért tenni, tehát az a célja, hogy az embereket mondjuk jobbá tegye, akkor nyilvánvaló, hogy nem alsó támogatást fog kapni, hanem felső támogatást fog kapni. Ez nem kérdés. Ami azt jelenti, hogy jó lényektől kapjak támogatást. És ezek a jó lények adnak képességet, és az illető elkezd különleges képességekkel rendelkezni. Azért, hogy a képességeit az emberek szolgálatába használja. Érted? És onnantól kezdve, ha nem lehet visszaélni azzal a képességgel. Hát ezért van olyan, hogy kapott valaki felülről képességet, az visszaélt a képességére, és fogtak, elvették a képességet, ezt annyi. Ezt élj úgy, ahogy akarsz. Hát így, élj úgy, mint az átlag, ennyi. Na most ráadásul, ugye kap egy ember egy képességet, akkor ugye azt ugye tudnia kell, hogy az emberekért kapta. És ha van egy képessége az illetőnek, akkor az a képesség, méghozzá egy olyan különleges képességről van szó, az a képesség, az tuti, hogy javítja az illetőnek a
tanulási képességét is. Ha javul a tanulási képessége, akkor az azt jelenti, hogy gyorsabban fejlesztheti magát. Ha gyorsabban fejlesztheti magát, akkor elvárás, hogy egy olyan ember, amit már tud valamit, akkor azt, amikor használatba viszi azt a tudást, akkor lehetőleg ne hibázzon. Mert hát tud. Tehát, ami azt jelenti, hogy használnia kell a tudását. De ez nem baj, mert ez jó, mert tudást azért kapunk, képességet azért kapunk, hogy jóra használjuk. Nem arra, hogy rosszra. Tehát mi emberek kaphatunk képességet, ha jó úton tartunk. Hát kérdés az, hogy például vannak olyan emberek, hogy vele született képességei vannak. És hát mondjuk gyerekkorban a szülők észreveszik ezt a vele született képességet, de nem így értékelik, hanem úgy értékelik, hogy az egy nem létező dolog. És a gyereket megpróbálják rábeszélni arra, hogy az, amit ő lát, vagy ő érzik, tehát érzékel, az nem létezik. Na most ez a gyerekben egy olyan érzést kelt, mint amit úgy hívnak, hogy tudathasadás. Mert ő látja, vagy érzékeli, közben azt mondják azok az emberek, akikben a legjobban hisz, meg a legjobban bízik, hogy ő azt nem látja. Nem igaz. Képzeld el, látná valamit, és ott bizonygatnák mások, hogy az ott nincs. Akkor előbb-utóbb azt gondolnád, hogy akkor most ki a hülye? Először ez lenne a gondolat. Most én vagy ők? De ha ők bizonygatják, hogy ott nincs, akkor előbb-utóbb azt mondanád, hogy én hülye vagyok. Így van, és tényleg nem láttam. Tehát hiába látja, akkor is előbb-utóbb, mivel a többség azt mondja, hogy az nem, nincs ott, ezért azt mondaná, hogy biztos meghűltem. Na és így vannak a gyerekek. Ezért sok felnőtt, ezek közül a gyerekök közül, akinek komoly problémát okoz az, hogy most látok, nem látok. Most látom, vagy nem látom, vagy hogy van. Érted? És az egy trauma volt a gyerek számára, egy megpróbáltatás, egy komoly múltbéli negatív emlékkép, hogy azt mondták arra, amit ő látott, vagy érzékelt, hogy az nem létezik. Tehát egy trauma. És akkor felnő, és hasonló helyzetben bekattan az a múlt. És az illető nem tudja, hogy most a valóságban vagyok, vagy tényleg látom, vagy nem látom, vagy most mi van? Vagy mondok másik példát, mondjuk vele született képesség, és a gyerek az hozza ezt a képességét. És nem kerül mondjuk olyan helyre, ahol ezt a képességét fejlesztenék. Ugye a fejlesztés első lépése mindig az, tehát képességek fejlesztésének az első lépése mindig az, hogy az etikát keményen be kell vinni az embernek. Tehát ami azt jelenti, hogy etikusan kell élni az életét, és a képességeit is kizárólag etikus dolgokra használhatja. És akkor mondjuk az illetőt nem képezik, és akkor ott rendelkezik a képességeivel, és hát mit tudom én, nem arra használja, amire kellene. És ezért azt veszi észre az életében, hogy így tele lesz problémával. Tel is tele. Mert ugye problémát miért kapunk?
Mert vagy nem az utunkon vagyunk, vagy ha az utunkon van, az vagyunk, akkor az utunkon nem haladunk. Tehát a képességek nem arra vannak, hogy csak úgy legyenek, hanem arra vannak, hogy használjuk és fejlesszük. És a képességektől nem kell félni, mert lehet egy olyan gyerek, aki látott például valami lényeket, ténylegesen, és akkor megijedt tőle mondjuk kicsinek. Mert nem magyarázták el nekik a szülők, hogy attól neked nem kell félni, és hogy mit csinálj vele. Mert nyilván most nem fogom elmondani, mit kell csinálni. Mert az képzés. Ezáltal, hogyha ez a képessége megmarad, akkor bármilyen helyzet van, megijed. Ugye attól az általa látott vagy érzékelt dolgoktól, ami nem földön, földi és anyag jellegű, hanem földön túli. És a saját képességeitől félni fog. Érted? És tele lesz rettegéssel az élete, mert fél a saját képességeitől. Tehát ez is előfordul. Tehát a képességeink az nem arra vannak, hogy féljünk tőle, és nem arra vannak, hogy visszaéljünk vele, hanem arra, hogy megismerjük a képességeinket, fejlesszük a képességeinket, és emberek javára használjuk a képességeinket. Tehát itt mi PPH-sok nem csak tudást sajátítunk el, hanem képességeket is elsajátítunk. Hát nyilván, ha valaki szeretne ilyen-olyan képességet. Na most gondolj bele, mit tudom én mondjuk. Van egy ember, egy átlagember, meg akar valósítani célokat, ebben kezdtem ugye az elején. És akkor ütközik az akadályokba. És akkor egyszerűen csak azt mondanám mondjuk, hogy én ezt szeretném megcsinálni, és ebben kérem a fenti segítőm segítségét. Hogy mondjuk ezeket az akadályokat takarítsák el előlem. És akkor szépen mondjuk eltűnnek az akadályok, és az illető haladhat tovább, ha jó cél, szolgál az a cél. Na most, hát mivel ugye a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy ilyet tehetne, hát ezért ugye nem csinál ilyeneket, hanem csak azt gondolja, hogy a célokat úgy kell megvalósítani, hogy mit tudom én, találjuk ki, rakjuk ki, nézegessük, aztán utána ugorjunk neki, hát ha megvalósul. Tehát sokan ma a bolygón célokat úgy valósítanak meg, hogy átgázolnak embereken. Vagy kihasználnak embereket. Végsőkig. Akár. Nem csak így lehet elérni célokat. Tehát attól, hogy azt látja az ember, hogy a célok elérése nagymértékben ilyenektől függ, hogy gázoljunk át embereken, meg használjuk ki őket. De ezt úgy hívják, hogy ártótett. És nincs az életedben olyan elkövetett ártótett, amiért ne kapnál büntit. Tehát úgyis mondanám talán, hogy ne büntetésnek érezd, hogy amit adsz, azt kapsz. És én úgy gondolom, ez az igazságos, nem? Amit az ember ad, azt kapja. Mert azt érdemli, nem? Tehát ezáltal az embernek egy kicsit el kellene gondolkodni, hogy az emberek számára jót kellene adni, nem? És ha jót adunk, akkor teljesen logikus, hogyha rosszat adunk, akkor rosszat kapunk,
akkor az is logikus, hogy ha jót adunk, akkor jót kapunk, nem? De nem csak logikus, hanem ez természetes. Tehát ez teljesen természetes. Tehát tudhatja az, hogy aki jó célt szolgálva jót tesz, az jót kap vissza. Ezzel nincsen semmi probléma. De ezt az embernek tudni kellene. És tudni kellene azt, hogy ha te jó célt szolgálsz, és szükséged van segítségre, akkor tudsz kapni segítséget. Nem csak földi emberektől. De ez a fenti segítség az úgy működik, hogy abban segítenek, amiben nincs más segítség. Nem tudom, értitek-e? Tehát, hogyha van olyan segítség, hogy utána tudsz olvasni, akkor minek segítsenek? Ha van olyan segítség, hogy utána tudsz nézni, akkor miért segítsenek? Ha van olyan segítség, hogy van kitől segítséget kérned, földi embertől, tud neked segíteni, akkor miért segítsenek? Tehát először a földi csatornákat kell megkeresni, és utána fordulhatsz az égi csatornákhoz. Világos ez? Mi egy olyan közösségben vagyunk, ahol rendelkezünk földi segítő csatornákkal. Itt vannak vezetők, vannak igazgatók, akik segítenek azoknak, akik a tudást és a fejlődést választották a hátra lévő életükre. És amiben nem tudunk segíteni, abban tudunk segítséget kérni égi csatornákból. Azért, hogy az emberek haladhassanak. Egy olyan közösség vagyunk, amely politika és vallás is semleges teljesen. És befolyástól mentes. Tehát nincs ilyen-olyan mindenféle támogatás, hogy politikai vagy vallási, nekünk nincs. Mindig is semlegesek voltunk, mindig is azok maradunk. És mindig is háttértámogatás nélkül működtünk, már mint emberi, pénzügyi háttértámogatás nélkül, és így is fogunk működni. Ami azt jelenti, hogy mindenki számára, mivel vallási és politikai semlegesek vagyunk, mindenki számára tudunk olyan információkat nyújtani az élet és az ember működéséről, ami hasznára válik. Mindenki számára. És ez olyan tudás, amit a mindennapokban is tudsz használni. És olyan tudás, amit tudsz magadra vetítve használni, a párodra vetítve használni, emberekre vetítve használni. És tudsz bármilyen élethelyzetet létrehozni, vagy megelőzni. Tehát olyan élethelyzeteket, amik mondjuk problémát okoznának. Meg tudsz előzni. És ha esetleg létrejön egy valamilyen oknál fogva, valami hibázás miatt, valami negatív élethelyzet, akkor ne legyen gondod azzal, hogy megold. Érted? Tehát olyan tudást adunk az embereknek, ami az egyik legértékesebb tudás ezen a bolygón, ha nem a legértékesebb. És ezt úgy adjuk, hogy bárki számára nyitottan elérhető. Tehát bárki számára elérhető. Sőt, úgy adjuk, hogy részt lehet venni személyesen, a helyszínen, részt lehet venni az interneten élőben, részt lehet venni felvételről. Tehát, hogy nehogy valaki valamilyen képzésről lemaradjon, mert a képzések össze vannak fűzve. Méghozzá egy körbe vannak összefűzve. Igaz, hogy ez a kör tágul. Ugye ez kis kör volt régen, kisebb kör volt, most azért nagyobb, és egyre nagyobb ez a kör, ami össze van fűzve tudásban. De jelenleg ez már több mint 3 éves képzés. Több mint 1000 órányi képzés. És ez folyamatosan bővül. És ez mind olyan képzés, ami az életedhez kell. Az életed jobbátételéhez, és más emberek életének a jobbátételéhez kell.
És olyan tudás, ami megfizethető. Érted? Ami nem mellékes a mai világban. Hát most gondolj bele, mit tudom én most, óránként olyan tudás, amit a mindennapokban tudsz használni. Azért 330 forint sok? Óránként. Egy hónapban van 30 óra képzés, felszorzod, ugye az 9900-ra jönne ki, nem, 9800. Ettől eltérő az első hónap, ami 660 forint óránként. 660 forintért se kapsz képzést. Nemhogy szellemi fejlődést eredményező képzést nem kapsz, hanem még egy első osztályos, általános első osztályos, tehát egy 7 éves gyerek korrepetálásáért többet kérnek jóval. Hát akkor egy felnőtt képzésért. Tehát összesen ugye az a 30 óra az első hónapban az 19.700 forint. Tehát ma megnézed az átlag keresethez képest, hát tudom én mondjuk 11-2%. Tehát nem egy nagy összeg, de utána a havi, az már ennek csak a fele. És ez az ár, ez most egy ilyen akciós ár. És adunk rá még ráadásul 3 éves árgaranciát. Tehát én úgy gondolom, hogy ennél jobb ajánlatot nem fogsz találni a bolygón. A szellemi fejlődésed érdekében. Bármikor be lehet csatlakozni. Ami azt jelenti, hogy nyilván minél előbb érdemes. Mi a célunk ezzel a képzéssel? Az emberek szellemi és lelki fejlődése. Ez a célunk. Miért ez a célunk? Mert azt az utasítást kaptam, hogy erre a bolygó, tehát ezen a bolygón létre kell hozni az aranykort. És ahhoz az kell, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. És azt a tudást, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, át kell adni az emberek számára. Ezt egyedül én nem tudom megvalósítani, ehhez keresek társakat. Tehát ahhoz, hogy a bolygón az emberek szeretetben, békében és boldogságban élhessenek, magyarul aranykor lehessen, az kellene 300 millió fölötti olyan embermennyiség, aki képes tudást átadni. Ez nem kis szám. Nagy feladatunk van, nem kis feladat. Történelem legnagyobb feladata. Átformálni az emberiséget. Mondod végig. És mivel a legnagyobb létszámú emberiség most van, ezért ez a legnagyobb feladat. Átformálni az embereket. Egyébként mi nem tudjuk megváltoztatni az embereket. Én azt látom, hogy ők maguk változnak. Annak hatására, ami itt történik. És egy csodálatos dolog, mert nem csak elméletet adunk az embereknek, itt van lehetőség a gyakorlásra. Ugyanis mindenkinek lehetősége van saját csapat létrehozására. És a saját csapaton, ugye most azt akartam mondani, hogy lehet gyakorolni, de aztán közben eszembe jutott az a gondolat, hogy nem is az a jó kifejezés, hogy lehet gyakorolni, hanem azt, hogy sokkal több élethelyzetet megtapasztalsz másokon keresztül, mint amit te meg tudsz élni. És sokkal több és több tudásod és tapasztalatod lehet azáltal, hogy van csapatod, és látod, hogy mások milyen élethelyzeteket élnek meg, és abban kapsz segítséget fentről, hogy segíts neki megoldani az élethelyzetét. Érted? És nem neked kell megoldani minden élethelyzetet, a saját bőrödön megélve a problémákat. És ezáltal olyan tudásbővülést tudsz elérni a saját csapat által,
amit önmagad soha nem lennél képes. Mert önmagad nem tudsz, hála Istennek, annyi problémát megélni, mint mondjuk amennyit meg tud élni 100 ember, vagy 500 ember, vagy 1000 ember. Vagy még több. Világos ez? Ugye ne akarja annyi problémát megélni, mint mondjuk 100 ember megél. Tehát lényeg az, hogy várjuk szeretettel azokat a személyeket, akik szeretnének szellemileg és lelkileg fejlődni, és részt venni egy óriási emberformálási, átformálási programba. Ami a történelem legnagyobb programja. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házi asszonyunknak, illetve a házi gazdánknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen, Miklós, ezt a tartalmas és nagyon érdekes előadást. Kedves Jácint, megengedett, hogy kérdezzek tőled néhányat? Mert én már ismerlek, de még biztos sokan nem. És hát, ha szeretnének téged megismerni. Honnan jöttél? Kondorfáról. Családi helyzeted? Ős vagyok. 6 gyermekünk van és 2 unokánk. Mi a civil foglalkozásod? Jelenleg családi vállalkozásunkban dolgozom. A kereskedelemben dolgoztam, de most már egyre több embernek próbálunk fizikai és lelki síkon segíteni abban, hogy ők is elinduljanak egy új úton. Miért kezdtél el a Nyílt Akadémiánál tanulni? 2017 novemberében hallottam egy előadást a Miklóstól, az interneten akadtam rá, amiben most nem emlékszem pontosan, hogy magyarok szerepe az aranykorban, vagy küldetés az aranykorban, valamilyen címe volt, és az, nem tudom, úgy magával ragadott, és utána megnéztem több előadást, például, hogy miért születtél férfinak, miért születtél nőnek, és akkor mondtam Anasztáziának, hogy én beiratkozok ebbe az iskolába. Akkor ugyan még nem gondoltam, hogy mit fogunk kapni ebben az iskolában, mert azt gondoltam, hogy csak tanulni fogunk. És most, hogy a Miklós tartott az előadást, egyfolytában forogtak a fejemben a filmkockák, és hát úgy éreztem, mintha rólunk beszélt volna. Az iskola után úgy éreztem, hogy úgy jól mennek a dolgok. Tehát még szerencsésnek is éreztem magamat, hogy milyen egyszerűen vagy könnyebben boldogulok, talán mint a többi ember. És azt egyszer csak elkezdtek jönni a problémák, feladatok, és nem volt hozzá tudásom, hogy megoldjam őket. Mindig kaptam segítséget, tehát nem adtam fel, mindig próbáltam megoldani őket. Nagyon sok helyen jártunk, és tehát akkor pillanatilag, amit kipróbáltunk, mindig először én szoktam elmenni, megpróbáltam, és hogyha láttam, hogy milyen tapasztalat van, akkor elvittem az egész családot. Hát ez így ment éveken keresztül, és akkor is ajánlottam azokat a megoldásokat, akikkel találkoztam. És most látom, hogy most 2 éve járunk az iskolába, és hogy mennyivel egyszerűbben működik az élet, hogy de tényleg, ahogy a Miklós mondta, tehát sokszor már látjuk előre, hogy mi lesz vagy hogy fog lezajlani ez az esemény, és ez nagyon, nagyon jó érzés, hogy mennyivel könnyebben, mert tényleg mennyi pénzt elköltöttünk olyan dolgokra, mert nem volt tudásunk ahhoz, hogy megoldjuk a feladatainkat, ahogy mi magunk is megoldhattuk volna. És a hétvégén még volt egy nagyon, nagyon érdekes, vagy nagyon jó tapasztalat. Volt nálunk 3 család,
és amit az iskolában szereztünk, tudást, azokat a tapasztalatokat felhasználva, mind a három családnak olyan segítséget, úgy érzem, hogy úgy tudtunk segíteni, hogy megoldották azokat a problémáikat, amik voltak, és ez nagyon jó érzés, tehát én nagyon boldog vagyok ilyenkor. Már részben megválaszoltad azt a kérdésemet, hogy eddig mit adtak neked a Nyílt Akadémia coach képzései, úgyhogy egy következő kérdést teszek föl. Mit tanácsolsz másoknak? Hát szerintem, hogyha szeretnék, hogy könnyebben boldoguljanak az életbe, akkor minél előbb kezdjék el a tanulást, és tapasztalják meg ezeket a dolgokat, amiket mi már megtapasztaltunk, és akkor biztos, hogy könnyebben boldogulnak. Nem adom. Kedves Anasztázi, és te honnan jöttél? Kondolfáról az Őrségben, veled együtt. Családi helyzeted? Boldog családban élek veled, és mint mondtad, 6 gyermekünk van, és 2 unokánk. Civil foglalkozásod? Hát a családi vállalkozásunkban segítek neked. Ezen kívül 2 gyermekünket tanítom otthon, mert ők otthon tanulók, valamint veled együtt tevékenykedek abban, hogy egy aranykori közösséget hozzunk létre. Miért kezdtél a Nyílt Akadémián tanulni? Hát a te javaslatodra. Mivel nézted az előadásokat, és erre kértél engem is, és valóban én is láttam, hogy itt nagyon jó dolgokat tanulunk, amelyek fel tudunk használni az életünkben, az életünk minden területén, ami azóta már be is igazolódott. Eddig mit adtak neked a Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései? Változásokat az életemben és a családi életünkben, komoly fejlődést a személyiségemben, és amióta itt tanulunk, azóta a terveinket sokkal könnyebben tudjuk megvalósítani, és csodálatos dolgok történnek a környezetünkben. Ez olyan érzés, mintha valaki folyton fogná a kezünket, és mutatná, hogy merre van a legrövidebb és a legkönnyebb út a dolgok megoldásához. Ezáltal újabb és újabb céljaim vannak, de a legfontosabb az az, amely közös küldetésünk, szeretnénk segíteni az embereknek abban, a lelki fejlődésükben, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Mit tanácsolsz másoknak? Hogy minél előbb induljanak el a lelki fejlődés útján. Számomra, és gondolom így vagytok ezzel még sokan, nagyon fontos, hogy a gyermekeink becsületesek, tisztességesek és boldog emberek legyenek. Ehhez szükségük van arra, hogy olyan példával álljunk előttük, ami ezt lehetővé teszi. Ahhoz, hogy tanuljunk, hogy lelkileg fejlődjünk, mint ahogy mi ezt már megtapasztaltuk, a legjobb hely a PPH. Szünet után leszoktató coach képzésünk lesz, melyre szintén szeretettel várunk mindenkit, most pedig 20 perc szünet következik.